Epiket. Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! Egyszerűen elkészíthető halacskás ötletek. Sziasztok! Valamennyi ötlet, amit ebben a videóban látni fogtok, fejleszti a finom motoros mozgást, a szemkész koordinációt és a kreativitást. A képen látott halacskák pikeje úgy készül, hogy egy körlapot kell félbehajtani, és csak az egyik felét ráragasztani a lapra. Az alsó halacskát cipős doboz és reklámújság felhasználásával készítettük el. Ha ezt választjátok, akkor érdemes kiszínezni is. Ezzel a képpel ahhoz próbálunk ötleteket adni, hogy mi mindennel lehet díszíteni egy halacskát. A gomb ugye egyértelmű, a narancs sárgán vannak, és a citromsárgára többféle dolgot tettünk, apró pomponokat, Alufólia golyókat, összevágott színes papírokat és gyöngyöket. Kepapír helyett papírzsebkendőből is, vagy WC-papírból is lehet kis golyókat készíteni, és ezeket ki lehet utána festeni. Ezeket a pici apró dolgokat célszerű kétoldalú ragasztóra ragasztani, de ha nincs otthon, akkor sima ragasztó is megfelel. Ezen a képen azt látjátok, hogyan kell előkészülni a papírfűzéses halacska elkészítéséhez. A halat hosszában ketté kell hajtani, és be kell vagdalni. Kisebb gyerekeknek, vagy azoknak, akiknek nem olyan fejlett még a kézügyességük, az is nagyon jó megoldás, hogyha ezeket a színes csíkokat csak egymás mellé ragasztják. Amit most láttok, az egy képkiegészítési játék. Mi sodrot fonalat használtunk, de tulajdonképpen bármilyen fonal vagy spárga megfelel erre a célra. Játszottuk már úgy is, hogy a tenger boszorkánya ellopta a halak arcát, és a gyerekeknek kell kiegészíteni, hogy újra úszkálhassanak a vízben. Valami ilyesmi a végeredmény, de a gyerekeké mindig sokkal jobb szokott lenni, mint amit itt láttok. Itt hármat kivágtunk csillogó papírból, a negyediket cipős dobozból, mert tulajdonképpen a célnak az is megfelel. Ahhoz, hogy a bevágott részek egyformák legyenek mindkét oldalon, célszerű a halacskákat félbehajtani, és úgy kivágni ezeket a formákat. Itt pedig már a fonallal díszített elkészült halakat láthatjátok. Ezen a képen háromféle technikát láthattok. A citromsárga hal dugó nyomattal, a zöld fültisztítópálcikával, a narancssárga pedig új készült. Mindegyikhez temperát használtunk, mert élénkebb a színe, mint a vízfestéknek. Ezeknek a halacskáknak a teste legyező hajtással fog elkészülni. Itt azt láthatjátok a képen, hogy hogyan kell előkészülni a hajtogatás előtt. A minták csak ötletadók, bármit ki lehet találni, minél aprólékosabb, annál jobban fejleszti a finom motorikát. Ezen a képen pedig már a kész halakat láthatjátok. Ezeket a halacskákat is könnyű elkészíteni, mindjárt látjátok is, hogy hogyan. A testük majdnem körforma, mert a narancssárgán látható két vonal mentén belesznek majd hajtva, úgy fognak tudni megállni. A lilán az elkészült másik oldalt láthatjátok, a citromsárga pedig már oldalára van fektetve. A halak testét tetszés szerinti bármilyen apró mintával lehet díszíteni. Ha kész a díszítés, akkor a hajtásvonalak mentén be kell hajtani, fölül összefogni és egy kis ragasztóval összeragasztani. Ezen a képen tök magokkal díszítettük a halakat, tetszés szerint ki is lehet festeni őket. A tök mag csak ötletadó, használhatok másmilyen termést is, vagy akár héjat. Egyik évben például pici babokból készítették a gyerekek a pikkelyeket. Az utolsó halacskás ötlethez WC papír gurigára van szükség. Be kell festeni, vagy be kell borítani színes papírral. Mi az utóbbit választottuk. Az egyik oldalon össze kell nyomni, és bele kell vágni egy háromszöget, ez lesz a hal szája. A másik oldalát össze kell tűzni, úgy, hogy a farok rész közte legyen. Reméljük, megtetszett valamelyik a sok ötlet közül. Jó kreatívkodást kívánunk! Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy like és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!